Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök Kultúrszoba című magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban. Kétnapos programsorozat veszi kezdetét. 40 év együtt a zenében, a Művészetek Házában. Szekszárdon a Hegedű Hárfa Dúóval ünnepelték a Zene Világnapját. Bazsonyi Arany grafikái könyvbemutató a Szekszárdi Művészetek Házában. Gemenc hangja verseny 2024. Fiatal tehetségek léptek színpadra a Babits Mihály Kulturális Központban. "1100 éve Európában, 20 éve az Unióban" című országos programsorozat veszi kezdetét október 4-én és 5-én Szekszárdon is. Ennek kapcsán tartottak sajtótájékoztatót és számoltak be a kétnapos eseményről. Október elején indul egy kétnapos programsorozat az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban megünneplése alkalmából. Sokszínű program és esemény várja az érdeklődőket. Október 4-én és 5-én 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban címmel Magyarország, amely ebben a fél évben az Európai Tanács soros elnökségi tisztjét tölti be, egy olyan kulturális programsorozatot szervez egész Magyarországon, melynek 10. állomása vármegyénk székhelye Szekszárd. A szekszári kulturális intézmények egy nagyon gazdag program kínálattal várják ezen a két napon a hozzánk látogatókat, melynek az apropóját az adja, hogy egy kicsit bemutatkozhatunk országnak, világnak, a magyar kulturális kincsekkel, hagyományainkkal, gasztronómiánkkal, sport és kulturális télen elért kiváló eredményeinkkel, melyekre úgy gondolom valamennyien büszkék lehetünk. Itt a városunkban a már említett intézetek nagyon régóta készülnek, és én azt gondolom, hogy olyan kuriózumként is értelmezhető programok fogják várni a látogatókat, melyek ez a programsorozat nélkül talán nem, vagy egy más időpontban valósulhattak volna meg. Én arra biztatok minden kedves városlakót és a környékünkön élőt, hogy válassza ki a kedvére valót, hiszen itt mind a Tolna megyei levéltár, mint a Vosinszky Mór Múzeum, mind az I.S. Gyula könyvtár, illetve a Babits Mihály Kulturális Központ kínálatában, hát nem is tudom hirtelen összeszámolni, de napi 6-8 olyan érdekes program is lehet, mely időpont egyeztetést igényel, és azt gondolom egyikről sem kellene lemaradni a hozzánk látogatóknak. Köszönjük még egyszer a Magyar Nemzeti Művelési Intézet támogatását, hogy lehetővé tette, lesz ennek a programsorozatnak pénteken egy hivatalos megnyitója is, merre ezúton is sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy minden program megtalálható az interneten is, így a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook oldalán, Instagram oldalán és a www.szekszárdagora.hu oldalon. Amit én még így a sajtótájékoztató után, így az egyéni interjúban még egyszer kiemelnék, az, hogy minden programra a belépés díjtalan, tehát teljesen mindegy, hogy az hol valósul meg, múzeum, könyvtár, levéltár, Babits Mihály Kulturális Központ, minden programra a belépés díjtalan, viszont nálunk az intézményünkben megrendezésre kerülő programok közül 3 regisztrációs jegy köteles. Közönség találkozóira annak Oscar-díjas rendezőjével, Szabó Istvánnal. Ez a rendezvényteremben lesz, és regisztrációi jegy köteles, ahogy este 7 órakor a Helység Kalapácsa című Petőfi műremekből készült színdarabra is, amely a színháztermünkben lesz. És másnap, október 5-én szombaton 18 órától pedig lesz a Tánctér nevű rendezvény, ahhoz is regisztrációs jegy szükséges. Október 5-én 10 órakor nyílik meg a Magyar Nemzeti Levéltár által, levéltár és szakintézményei által készített vándorkiállítás, amiben 15 molinó általánosságban a magyarországi történethez kapcsolódik, és 3 molinó, az gyakorlatilag Tolna vármegye levéltára a saját iratai, hagyományai, kultúrája, története alapján állított össze. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a 3 molinó kapcsolódik az országos eseményekhez, ugyanis az első, az, amikor a török felszabadítás után újra települ a vármegye, nem csak a betelepített németekkel és egyéb felvidéki vagy magyar belső vándorlásokból ideérkező magyarokkal is, hanem a nemesítéssel, tehát az udvar nemesítésével együtt a nemesség, a felvidéki nemesség egy része is ide kerül, akik ugye az udva a török felszabadítás alatt valami ilyen
szolgáltatással, akár pénzbeli vagy hadi szolgáltatással az Habsburg udvarnak segítséget nyújtottak. Gondoljunk csak mondjuk a Merciekre, a Hőgyészen, vagy netolántán a felvidéki nemesek közül a Kajdacsot megkapó Stankovánszkiakra is. Ezek közül talán úgy kapcsolódik az országos levéltár Molinójához, hogy beszél az indigenátusról, vagyis nem csak magyar nemesek, hanem birodalmi nemesek is kaptak magyar nemesi jogot, és azért a leghíresebb családunk a Percel család, amelyik birodalmi nemességből jogalkotással, oklevéllel gyakorlatilag vármegyei nemesé is van, köztük Tolna vármegyei nemessége is van. A második, az a Molinónk, amit Percel Mórnak az emlékiratai alapján Tolna vármegye aranykonának nevez, ezzel a címmel is készítettük el a Molinót is, ami a reformkorra vonatkozik. A harmadik viszont mindenképpen, és ezt szerintem mindenki kitalálhatja, az a borkultúrához tartozik, vagyis Tolna vármegyének, és elsősorban ugye Szekszárnak a borászatával, vagy a bor termelésével, szőlőművelésével kapcsolatosan. Két olyan intézménytől fogadunk be kiállítást, amelyek mind a ketten a Magyar Nemzeti Múzeumnak a közgyűjtemi központjának az intézménye. Az egyik az Iparművészeti Múzeum, lesz ez a Polla kávézóban, lesz ennek a kiállításnak a konkrét helye, és 14 órakor van ennek a megnyitója. A másik programelem a Magyar Nemzeti Múzeumnak a nagy sikerű idei kiállítása, a Magyar Mennyasszony címet viselte, amit közelmúltban lebontottak, annak egy tabló kiállítását fogjuk elhozni a múzeumunknak a főépületébe, tehát a Szent István tér 26-os számú főépületnek a földszinti részén kerül elhelyezésre, és ehhez kapcsolódóan egy Kollár Judit nevű művészettörténész kolléganő fog tartani a Nemzeti Múzeum mennyasszonyi ruháinak történetét bemutató előadást. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Ami a múzeumot, illetve akár engem is konkrétan is érint, illetve illet, a Szerelmes film című Szabó István filmnek a vetítését követően itt a Babits Mihály Kulturális Központban egy beszélgetésre kerül sor Szabó István világhírű rendezővel és Lukácsi György filmesztétával. Én fogom őt faggatni ennek a szerelmes filmnek a hátteréről, magára a korszakról, illetve a Szekszárdhoz fűződő kapcsolatáról. Azt gondolom, ez mindenképpen egy érdekes program lesz, illetve amit még fontosnak tartok elmondani, hogy a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, amelynek a Szekszárdi Múzeum is tagja, részt vesz egy olyan programelembe, amelyet szintén a Babits Agora előterébe kerül bemutatásra. A múzeumoknak a boltjában megtalálható tárgyakból egy válogatást nézhetnek meg, és talán ebből is a látogatók, érdeklődők leszűrhetik, hogy milyen mérhetetlenül gazdag a vidéki múzeumoknak a kincsei. 1975 óta a világ minden pontján ezen a napon különleges figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak. Így történt ez a Szekszárdi Művészetek Házában is, ahol a budapesti hegedű hárfa duó Kocsis Andrea és Földesi Lajos hangszerbemutatóval egybekötött jubileumi hangversenyt tartott a Zenevilág napján. Az UNESCO Yehudi Menuhin kezdeményezésére nyilvánította október 1-jét a zene világnapjává. A Művészetek Házában 40 év együtt a zenében címet kapta a Kocsis Andrea és Földesi Lajos duó zenei előadása. Elsősorban azért, mert feleségemmel 40 éve ismertük meg egymást, de ugyanakkor 40 évvel ezelőtt kezdődött a Szekszárdi Kamarazenekarnak az élete is, 1984-ben. Amely zenekarnak, amely együttesnek az első művészeti vezetője voltam. És hát azért ez elég nagy jubileum. Most egy teljesen magánjellegű dolog is van, hogy 6 órán van vissza a 70. évemhez. Az UNESCO ezt megszavazta, vagy megjelölte zenevilágnapjává. Nagyon sokáig nem tartották a világban sem, itt nálunk Szekszárdon sem. Aztán a kamarazenekarral mi azt mondtuk, hogy el kellene kezdeni valamit, és ahogy úgy egyszer, ez lehetett 20 éve, nem tudom pontosan, körülbelül 20 éve, megpróbáltuk belevonni aztán a zeneiskola növendékeit is, olyan koncertek is voltak, ahol a zeneiskolának
a növendékeit kísértük. Így van ez mai nap is. Én azért választottam direkt olyan darabokat is, amiket ők is játszhatnak majd. Azért hoztam most 6 hegedűt magyar hegedűkészítőktől, és köztük 3 mai, tehát élő mestertől is, mert szeretném azt is kifejezni ezen a napon is, és egyébként én ezt gyakorlatilag 40 éve, több mint 40 éve csinálom, tehát a hangszeremén, a hangversenyeimen bemutatok különböző mestereket, mármint az alkotásaikat, és azért motivál ez engem nagyon, mert szoktam mondani, hogy ha a hangszerek nem lennének, akkor tulajdonképpen énekkarba járhatnánk és énekelni tudnánk, de azért a hangszerek azok nem utolsó, hogy minőségi hangszerek legyenek, és ezt szeretném most majd szintén mutatni, és remélem, hogy lesz köztük olyan, aki egy hangszerkészítőt már láttam, aki el is jött meghallgatni a saját hangszerét. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és ha azt szokták mondani, hogy a jobbonak nem kell széket, de kell. Volt egy nagyon-nagyon híres magyar hegedűművész, aki azt mondta, hogy sokáig ő megbirkózott olyan hegedűkkel is, amik nem biztos, hogy tudták a 100%-ot, tehát neki 30%-ot hozzá kellett tenni a saját tudásából, és egyszer csak találkozott egy Garnier del Gesù-val, ami most 15 milliót ér, már dollárt. És azt mondta, hogy akkor jött rá, hogy továbbiakban nem szeretné ezt a 30%-ot ő hozzátenni, mert a hangszer 100%-ot tud. Tehát az ő tudásának megfelelő, és ezen nagyon megfogott engem, nagyon fiatal voltam akkor, mikor ezt először hallottam. A klímaváltozás egész bolygónkra hatással van, és változásokat eredményez. Nincs ez másképpen a zenében sem. Az ébenfa, ez a fekete, ez az eredeti, ahonnan 150 évvel ezelőtt vásárolták, vagy hozták, az kihalt. Nincs. Most már mindenfélevel kísérleteznék préselt fával, mert hát ébenfa, ez eredetileg is ilyen fekete fa. És brazil a vonó. Brazil fa. Pernambuco. Brazíliából most már külön engedélye lehet csak kihozni. A mesterséges intelligencia fejlődésével is számolni kell a zenében is. Van olyan hegedűkészítő mester, aki attól tart, hogy a mesterséges intelligencia oda fog vezetni, már hallom, hogy oda vezetett, hogy bizonyos arcokat le tud utánozni, beszédhangot le tud utánozni, akkor mi lesz? Ő attól fél, hogy hát a következő lépés az a hegedű lesz, ami, illetve nem a hegedű, a hangszer lesz, ami ki fog kopni azért, mert le fognak tudni mindent utánozni, és már nem kompjúterrel fognak mindent csinálni. Szerintem ez sose fog bekövetkezni. Szóval hiszem azt, hogy van egy réteg, akit megérintett. Ez most nem tanultság, nem műveltségi réteg. Ez egy olyan intellektuál, akit megérintett ezt valamit. Hát egy gyermekdal nem tudja megérinteni az ember. Egy népdal, egy cigány zene. Berlinger Attila szekszárd polgármestere köszöntötte beszédével a zene világnapján az egybegyűlteket. Hittel valljuk, hogy Szekszárd a bor és a kultúra és a művészetek fellegvára. Ennek egy csodálatos manifesztálódása következik itt a következő percekben, ugyanis a Zene Világnapja alkalmából Szekszárdon jeles jubileumokat is ünnepelhetünk. Egyrészt 40 éves a Művészetek Háza, ez a csodálatos épület, amely azt gondolom egy kiváló kultúrpalotaként is működik, és híres messze földön, nem csak a régiónkban. 40 éves fennállását ünnepli ebben az évben városunk egyik legkiválóbb zenei formációja, a Szekszárdi Kamarazenekar, és hát a Kamarazenekar élén egy kiváló karnagyot, városunk egyik legkiválóbb zenei életének vezetőjét, Földesi Lajos urat köszönhetjük, aki szintén ezen az estén, most még nem akarom elárulni, egy jeles jubileumot ünnepel. Teltházzal zajlik ez az esemény, és nincs is nagyobb öröm Szekszárdon, amikor ilyen sok kultúrára szomjazó, kultúrára vágyó ember érkezik el egy ilyen eseményre, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez a 40 éves jubileum a Művészetek Házában sokáig emlékezetes marad, hiszen a 40 év kapcsán 40 eseményre is sor fog kerülni
ebben az időszakban, amelyre nagyon sok szeretettel várjuk valamennyi Szekszárd és környékbeli lakost. Yehudi Menuhin hegedűművész szavait idézve, meg kell becsülnünk a csöndet, az ezer arcú muzsikát megismernünk azért fontos, mert közelebb hozza egymáshoz az embereket és a kultúrákat. Grafikai munkák egy könyvben összegyűjtve. Tüskés Anna Bazsonyi Arany grafikai című könyvét mutatták be a Szekszárdi Művészetek Házában. A kötet hiánypotló, hiszen ezzel vált teljessé Bazsonyi Arany művészi pályájának bemutatása. Bazsonyi Arany festőművész, grafikus költő 1928-ban született Gyulajon, 2011-ben hunyt el Budapesten, életének első évtizedeit főként Tolna megyében töltötte. Munkásságát élete során számos díjjal ismerték el. V. Bazsonyi Arany és férje Vecsési Sándor tárlata volt az első kiállítás, amely 1984-ben megnyílt a Szekszárdi Művészetek Házában. Az intézmény 40 évét ünnepelve most ugyanezeket az alkotásokat tekinthetik meg az érdeklődők a falakon. Nemrég pedig egy olyan könyvet mutat be, amely a művész grafikai munkáit gyűjtötte össze. Mintegy 2000 grafikának a katalógusát, illetve azok egy részét is sikerült reprodukálni. Bazsonyi Arany grafikai munkásságának legnagyobb része itt Szekszárdon a Vosinszky-Mór megyei múzeumnak a gyűjteményében található, de ezen kívül a szombathelyi modern képtárban, az Esztergomi Keresztény Múzeumban és az ország számos további múzeumában található. A grafikai és a festészeti munkásságán kívül érdemes kiemelni a murális műveit. Ezek főként Tolna megyében, de Hevesben is találhatók, templomokban, iskolákban, középületekben, művelődési házakban. A grafikailag legintenzívebb időszak az 1980-as évektől 2000-es évekig tart. Ekkor sorozatokban gondolkozott, készített egy úgynevezett cirkusz sorozatot, aztán készített bibliai ünnepekről, az Ószövetség, illetve az Új Szövetség fontosabb jeleneteiről egy sorozatot, illetve az irodalmi illusztráció is nagyon jelentősek, nem csak Babits Mihály, hanem Vörös Marti Mihály, Petőfi Sándor és kortárs költők műveihez, verseihez készített illusztrációkat. Ő nem sorolható egyetlen iskolához sem. Kezdetben a Hódmezővásárhelyi iskolában indult, 1950-es évek végén járt ott, aztán úgynevezett dunai festővé nőtte ki magát, ugyanis 1960 körül Dömsödön vásároltak férjével, illetve Patai Lászlóval egy kis telket, és arra építettek egy kis nyaralót, és a nyaraikat tavasztól őszig ott töltötték, és a Dunának a fényviszonyait, témáit örökítette meg. Bazsonyi Arany munkásságában fontos szerepet kap a női életsors is. Érdekelték a virágok és a női életpálya különböző állomásai. Bazsonyi Arany alkotásainak feldolgozását Hubert Ildikó irodalomtörténész kezdte el 1998-ban. Én kértem fel Annát ennek a könyvnek a megcsinálására, ugyanis a Bazsonyi Arany grafikai hagyatékát valójában én szortíroztam szét, mert rám bízta, hogy olyan múzeumba kerüljön, ahova akarom, és szerencsére sikerült Ódor János segítségével ide is, a múzeumba, Szombathelyre is, elkerült a Római Magyar Akadémiára is egy pár képe, és egy nagyon szép anyagot fogadott be az Esztergomi Keresztény Múzeum, ahol szintén volt már ennek a kötetnek egy nagyon szép kiállítása. Szerencsére, hogy a művészettörténész Tüskés Annát sikerült erre a feladatra megnyerni, mert egész elszomorodtam azon, hogy én ugye a festészetéről írtam könyvet, amit most el is hoztunk, a maradékot, és hogy itt van egy csomó gyönyörű grafika, olyan grafikai anyag, amit be kellene mutatni. És erre jó lett volna, hogy valaki szakmai bemutatást csináljon, és Anna szerencsére vállalkozott, és egy nagyon szép kötet sikerült, ami azt hiszem, hogy egy kicsit a Aranyéknak, a saját Aranynak és Vecsési Sándornak a belső világából is azért megmutatott a fotókon keresztül. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy
ez egy hiánypótló kötet. Ódor János, a Vosinszky Mór Múzeum igazgatója beszédében azt mondta, rendkívül fontos számukra minden bazsonyi arany munkásságával kapcsolatos program, új kiadvány. Talán ez is mutatja azt, hogy mindig van még mit kutatni, mindig van még mit tanálni bazsonyi arany hagyatékába. Nagyon sok ember számára bazsonyi arany egy kiváló festőként él, talán így a köztudatban is, de emellett azért el kell mondani, hogy azért ő neki hatalmas nagy szekkói vannak, tehát a falfestészetben is kiváló. 2018-ban környékén Ildikó rendezte sajtó alá aranynak a verseit, és az alapján is egy fantasztikus költészet tárult elénk, eddig nem nagyon ismertük, de mégis ezek mind kiegészítették azt a képet, amit elsőként talán a festményeiből tudtunk, hogy ő egyrészt egy mélyen hívő, vallásos ember volt, másrészt a szülőföldjéhez rendkívüli módon kötődő valaki, és ezért is hálával tartozunk neki, hogy a 2000-es évek elején, még életében Tolna megyének, akkor még megye volt és nem vármegye, adományozta a képeinek egy jelentős részét. Tüskés Anna bazsonyi arany grafikái című kötete a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Kar Művészettörténet Tanszékének kiadásában jelent meg 2022-ben. A Gemenc hangja 2024 énekversenyen, musical és popdal kategóriában léptek színpadra a diákok a Babits Mihály Kulturális Központban. Különböző kategóriákban zsűrizték a versenyzőket, a kicsiktől a nagyig minden korosztály látható volt az előadáson. Több tehetséges fiatal lépett színpadra hétvégén a Gemenc hangja 2024 énekversenyen Szekszárdon. A programot már sokadik alkalommal szervezték meg. A vetélkedő Béresné Kollár Éva elképzelése alapján valósult meg. A Gemenc hangja énekverseny az most már hosszú-hosszú évekre visszamenőleg minden évben megrendezésre kerül, és hát itt egy embernek a nevét nem is tudom megkerülni, nem is szeretném, Béres Éva nevéhez fűződik ez az egész verseny, és tulajdonképpen mondhatom azt, hogy az éneklő ifjúság és az éneklő kisgyerekek, vagy akár már a nagyobb korosztály az ő keze alatt nőtt fel itt az évek során, úgyhogy amióta az eszemet tudom, kislánykorom óta emlékszem arra, hogy Éva mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektetett ezekre a dolgokra, és hasonlóan én hozzám a gyerekeknek a zenei nevelése, az ifjú tehetségek felfedezése, ez nagyon-nagyon fontos volt számára. Nagyon-nagyon sokan vannak a jelentkezők, úgyhogy nem lesz egyszerű a feladatunk, mert a korábbi évekre is, ha visszagondolok, akkor fantasztikus, tehetséges fiatalokkal találkozhattunk, egészen a pici korosztálytól kezdve. Ez azt jelenti, hogy körülbelül az ilyen 7-8 éves kis hölgyek és ifjú uraktól elkezdve egészen a felnőtt kategóriáig vannak korosztályonként besorolva a gyerekek, vagy hát az ifjú felnőttek, vagy fiatalok, akik már ilyen egyetemista korosztály, és hát a musical, a pop, a duett, többféle kategória van, amelyben indulhatnak a gyerekek. Van, aki többféle kategóriában is indul, természetesen ezt akkor így honorálni is illik, úgyhogy mi nagyon nagy szeretettel és várakozással vagyunk e felé, hogy az egész nap tulajdonképpen erről fog szólni, a zenéről és a tehetséges fiatalokról. Az előző évekhez hasonlóan lesz Gemenc hangja minden kategóriában, és hát természetesen nagyon sok díjjal készülünk az ifjú tehetségek számára, úgyhogy én nagyon remélem, hogy minél több díjat tudunk majd kiosztani, olyat, hogy mindenki örülni fog, mindenki lelkes, a tehetséges gyerekek már adottak hozzá, ebben biztos vagyok. Nekem kötődésem Szekszárdhoz
Annyi, hogy az elmúlt pár évben néhány alkalommal énekeltem itt koncerten, volt zenekarommal, a Gruppenzwingel, valamint a Pece István révén a Big Band-del volt itt koncertem. Innen ismerem például a István lányát, Zsófit, aki szintén a zsűri tagja, és Béres Évától kaptam meg ezt a felkérést igazából. Azt nem tudom, hogy Zsófi kezében ebben mennyire van benne, de én szerettem az ilyesfajta felkéréseket, amikor nem énekelsz, hanem te vagy az, aki meghallgatva fiatalokat, gyerekeket. Egyrészt az a fölött érzett örömöt, vagy örömön kívül, amit a gyerekeknek az éneklése ad, azon túl pedig, hogy látni, hogy akár 6 évestől, akár 15 évestől egy gyerek tudja, hogy mivel akar foglalkozni. Bejöttem ugye a kezdés előtt egy fél órával, és már vannak hangbeállások, és azt hiszem egy, hát nem merem megsatszolni, de körülbelül 6-7 éves kislány énekelt egy számot, és hát én gyakorlatilag elolvadok ettől, hogy valaki ennyire öntudatos, hogy 6 évesen képes kiállni a színpadra. Én trombitáltam általános koromban, az összes növendék hangversenyen én halott sápat, izgalommal teli voltam, ő meg intál 6 évesen, és az izgalom legkisebb jelenélkül profinottál. Én ezért az élményért jöttem. Egy kategóriában fogok indulni. Béresné Kollár Éva készített föl, már 8 éve énekelek nála, ez lesz ugye a 8. évem, és Tolnára járok, de ugye Szekszárdon szoktunk előadni, meg itt vannak fellépéseink általában, falunapokon szoktunk előadni, ugye az országban a versenyeken szoktunk részt venni, minden évben többen is, mint ugye a Gemenc hangján, ugye Béresné Kollár Éva rendezi ezt a versenyt is. Ugye junior 1-ben indulok, és a popban a Call Me Maybe-t fogom énekelni. Ez ugye egy ilyen 2010-es években egy nagyon híres popdal volt. A musicalben pedig a Mamma Mia 2-ből azt a dalt, amiben a főszereplő megszüli a gyerekét. És duettben is fogok indulni, azt pedig az egyik társammal fogom énekelni. Tulajdonképpen 1977 óta vagyok a pályán, hatalmas szerepekkel álltam mögött, és nagyon nem, erre nem készültem, nem tudom pontosan, de nagyon-nagyon régóta dolgozom az Évával, dolgoztunk, kurzusokat tartottunk az ő iskolájában, és Éva megálmodt ezt a Gemenc hangja című vetélkedőt, és számított rám, mint régi emberére, és hát így kerültem én ide tulajdonképpen. Nagyon szeretek ide járni, sokat tanulok a fiataloktól, az ambíciójukból, a lelkesedésükből, hangjukból, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. És hát remélem, hogy én is tudok nekik adni valamit, de önző módon nagyon, nagyon élvezem azt, hogy kapok tőlük sok-sok mindent, szépséget, tehetséget. A szinte egész napos verseny nagyon jó hangulatban telt, nosztalgikus élményt adtak a fellépők sokak számára. A csodálatos gyermekénekekkel a terem megtelt szeretettel. A Gemenc hangja verseny jövőre újra visszatér. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök Kultúrszoba című magazinunkat látták. Viszontlátásra!